ennek nagyon örülök, hogy nagy az érdeklődés, mert nekünk is, az oktatóknak is fontos az, hogy a hallgatók érdekeltek legyenek dolgokban, és hál' Isten azok, tehát egyre inkább azt látjuk a mai fiatalokban, mint ahogy az idősekben is természetesen, hogy érdeklődnek a szakma iránt, szeretnének új dolgokat hallani, vagy esetleg megerősítetni azt, amit ők már tudnak, illetve a régi dolgok is segíthetnek nekik, és egyre több olyan dolgot látunk, ami megmozdíthatja a labdarúgásunkat. Természetesen még ezek apró irányok, hát reméljük, hogy ez majd egy közös nagy irányjá válik. Tehát az ember nem arról szól, hogy valami csodálatos dolgokról beszél, inkább csak megerősíti őket. Én nagyon örülök, amikor labdarúgók kerülnek edzői pályára, mert ők egy 25-30 éves tapasztalatot hoznak oda, de az viszont egy másik gondolat, hogy edzőként és oktatóként dolgozni más, mint labdarúgóként. Hiába, hogy mikor labdarúgó volt, nagyon sok mindent tanult és tudott, de azért ezt lefordítani úgy, hogy ő oktatóként átadja a hallgatóinak, mert ugye nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is kell, de pont a labdarúgók azok, akik gyakorlatban is tudnak ebbe segíteni. Tehát ez egy nehéz dolog, de picit könnyebb olyan szempontból, hogy ez a 25 év tapasztalat, ez beleintegrálódik neki az oktatási anyagába. Tehát én például kifejezetten szeretem, hogy a labdarúgók akarnak edzők lenni, ez nem kizáró, hogy esetleg más is lehessen, de én úgy érzem, hogy ez egy fontos irány lehet. A labdarúgás labdarúgással kell oktatni. Tehát nem kell kitalálni csoda dolgokat, tehát nem olyan bonyolult dolog ez, viszont mindennek a helyén kell lenni. Változott a világ, más ingerek érik a gyerekeket, tehát régen mindenki focizott, ez volt a mindene, én magam is így nőttem föl, hogy a labdarúgásra 4-5 órát áldoztunk, de nem áldoztunk, hanem örömet okozott nekünk. Ma már a gyerekek nem fociznak, tehát nagyon kevés focizik, holott ez a sportág nagyon sokat segíthet a gyerekeknek. Megtanulják a szabályokat, megtanulják szabályok között élni, rendezni a dolgaikat. Megtanulnak olyan szituációt, amit közösségben, ami az élet ad. Tehát közösségben kell gondolkodnunk, közösségben kell élnünk. Tehát a labdarúgás nagyon sok jó dolgot, amellett, hogy fizikalitásában, koordinációjában, a kreativitásában is segíthet. De mivel nem fociznak ma a gyerekek, ez egy kicsit úgy elmaradt. Ez most már a klubokra hárul ez a feladat, tehát az edzőknek sokkal jobban kell érteni a szakmát, mert régen ugye az utca besegített az oktatásba, ma már nem segít be az utca. Tehát több száz kilométert utazok, és nem látok gyerekeket focizni. A laptop és egyéb más inger elveszi, ez nem mondom, hogy baj, de nekünk edzőknek nagyon képzetteknek kell lennünk, hogy ezt tudjuk kompenzálni, azt a veszteséget, amit mint az utcai képzés nem ad most már meg.